Jó napot kívánok! Ez a közügyek mai témáink pedig félbeszakadt. Ma Tijana Jurics gyilkosának pere a Szabadkai Bíróságon, mutatjuk majd, hogy mi történt. Aztán érkeznek a háztartásokba a lecsapolási illetékek 2013-14-es számlái, fizetni vagy nem fizetni. Hanyatlóban a szerb gazdaság, milyen megoldások lehetnek? Magánnyugdíjpénztár, milyen megoldás ez Szerbia számára, hozhat-e valamit jót. Végül pedig ma van a Föld napja, ezzel a témával is foglalkozunk, ma a közügyekben kezdünk. Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek. Félbeszakadt Tijana Jurics gyilkosának mai tárgyalása Szabadkán. A felsőbíróság döntése szerint a nemi erőszakkal és brutális emberöléssel gyanúsított Dragan Jurics beszámíthatósága nem bizonyított, ezért újabb pszichológiai vizsgálat vár a Szurcsini Mészárosra. Szirénázó rendőrautók és biztonsági erők kíséretében érkezett Dragan Jurics szerda délelőtt 10 órakor a Szabadkai Felsőbíróság épületébe. A Szurcsini hentest azzal vádolják, hogy tavaly júliusban elrabolta és brutális kegyetlenséggel megölte a 15 éves szabadkai Tijana Juricot. Letartóztatásakor először tagadta, hogy ő követte el a szörnyű bűncselekményt. Többszöri vallatás után azonban beismerte, hogy ő ölte meg a kiskorú Tijanát. A hidegvérű gyilkos megbánást nem tanúsított, és végül maga vezette el a nyomozókat a gyilkosság helyszínére. Az ellene folyó kameráktól mentes tárgyalás azonban nem sokáig tartott. Gordana Koi bírónő elfogadta a vádlott ügyvédje által benyújtott kérelmet, és elrendelte Dragan Jurics újabb pszichológiai vizsgálatát. Presvega, ja sam vrlo zadovoljen što je sudsko veće usvojilo naš predlog za novim vještačenjem i mislim da je veće donelo potpuno ispravnu odluku. Dakle, to je činjenica koja mora da se utvrdi. Mi danas nismo utvrdili da Dragan Jurić nije sposoban da prati glavni pretres, nego smo tražili da se ta činjenica utvrdi. I po njegovom današnjem ponašanju i po njegovom pređašnjem ponašanju mi smo imali osnovne sumnje da on u vrlo ograničenom kapacitetu može da prati ovaj glavni pretres. Ono što je vrlo bitno da se razjasni, to je da u ovom konkretnom slučaju odbrana i suviše visprena i poštena da bi se služila nečim što bi se moglo nazvati jeftinim trikom, jer sam video i takav podtekst kod protivljenja našem predlogu. Prema tome, mi jednostavno tražimo da se ova činjenica utvrdi, iako veštaci kažu da je sposobno prati glavni pretres, glavni pretres će biti nastavljen. A bíróság döntése mélyen megrázta a gyászoló édesapát, aki könnyekkel küszködve nyilatkozott az újságíróknak. Možda prvi put, od kad se sve ovo dešava, svoje neke reči koje do sada nisam koristio, mislim lično za čoveka koji je to uradio da je glup, a ne da je duševno bolestan, da on ne može da sastavi dve rečenice kad tako nešto kaže i da se na tako jeftine trikove hvata advokat Gostiljac. Mislim da je to toliko jadno i toliko duša me boli zbog svega. Znači, ja sam za svo ovo vreme sam dobijao na hiljade poruka ljudi koji su bili ogorčeni zbog svega što se desilo. Ja sam gledao da balansiram, gledao sam da mirno, da se sve mirno završi. Pokušao sam da ljudima objasnim da verujem. Ja i dalje verujem, naravno, u pravosuđe i u sud ove zemlje, ali zbog čega sada ovo, zbog čega sada pravimo cirkus od ovog suđenja, zbog čega pravimo neke španske serije. Bili su zakazani pretresi. Računao sam da će to u ovo 4 dana da se završi, da završimo s ovim, da ja mogu da nastavim da živim, da ja mogu da zatvorim tu knjigu koja je meni na neki način toliko bolna, meni i porodici, i nisam želeo da... Jednostavno ogorčen sam, eto, to je sve što mogu da kažem. A Dragan Jurićról készült korábbi orvosi vizsgálatok megállapították, hogy a gyilkosság estéjén beszámítható volt. A család jogi képviselője bizakodik, hogy ez az álláspont változatlan marad. Usporeno odgovara na pitanja i da tako deluje da ne zna gde se nalazi. Međutim, on je već veštačen psihijatrijski od strane komisije veštaka, koji su sa njim obavili više razgovora i gde su oni konstatovali sami da on zapravo tako se ponaša i da tako odgovara na pitanje.
To može delovati da on nije sposoban, ali su ti veštaci, isti i ovi koji će ga sada veštačiti na ovu procesnu njegovu sposobnost, rekli da on nema nikakvu duševnu bolest. Utoliko očekujem da će reći da je procesno sposoban. Ja sam potpuno uveren da je on procesno sposoban, ali zbog svog niskog, kako su oni rekli, kapaciteta, inteligencije i tako dalje, on nije sposoban da odgovara na pitanja na način kako bi se to očekivalo. Ali apsolutno sam uveren da će on biti procesno sposoban i da će veštaci, kao što su rekli da je bio uračunljiv prilikom izvršenja krivičnog dela, da će biti njihov nalaz da je sposoban da prati tok suđenja. Amennyiben az orvosi szakvéleménybe bizonyítja, hogy a nemi erőszakkal és brutális gyilkossággal vádolt Dragán Gyurich tartósan nem beszámítható, akkor az is megtörténhet, hogy ejtik az ellene emelt vádiratot. A gyanúsított védője legalábbis ebben bízik. Fel vannak háborodva a szabadkai lakosok, akik a napokban lecsapolás illeték fizetéséről szóló végzést kaptak készhez. Az értesítéseket a szerbiai adóhivatal küldte ki. A határozat nem csak 2014-re, hanem 2013-ra is szól, vagyis rögtön 2 évre kell fizetni. A lecsapolási illetéket nem csak a földterület, kert vagy legelő alapján kell fizetni, hanem a telek alapján is. Az adóhivatal ezt visszamenőlegesen is kiróhatja, vagyis a 2 éves összeg megfizettetése törvényes. Az illeték mértékét kormányrendelet határozta meg. Mindenki köteles a kifizetésére közteherviselés címén, kivéve az árvízkárosult területeken élőket. Hogy mondtam, Treopáti, több problém. Opet jedan trošak više, izdatak više za kuću. E sad, da li te pare idu za to odvodnjavanje ili odvodnjavanje, ne znam. Ma huna tvuno rende, zin sam i tašom, eđal to niš rende, ma da fődet nem lo čapujak. Akkor mire fizetek? És 9000 dinár befizettem tavaly évre. Mire? Mert nem tudtam, hogy mi, mert egyik így mondja, másik úgy, hogy de csak muszáj befizetni. Az a legnagyobb szó, hogy muszáj befizetni. De hogy hogy nem fizet egy nyugdíjas, azt nem kérdezik senkitől. Lično ne plaćam, ali bilo mi par stranaka u firmi koji se žali na to. Čak i juče neka bila gospođa sa nekom cifrom od 200-300.000 dinara. Šta su joj sve uračunali, ne znam, ali znam da se žali. Čak sam vidio na forumima da su objavili mnogi ljudi da se žale za to odvodnjavanje. Miért galudim kigen? Azért, mert nekünk erre szinte nincs szükségünk. Főleg olyan helyekön vannak, ahol nem látom értelmit ennek. Tehát kifizessük is kész. Na ez a másik, mert 24 ezer, Kishegyes azt mondja, főutca 84-es házszám. Hát ott teljes, úgy tudom, hogy a vadász. Pontatlanságok vannak az adóhatóság végzésében. Még a címzés is sok esetben rossz. De nem csak ez a baj. Nem ritka a pontatlanság a földterület nagyságát illetően sem. Kell a placot magát fizettetni, fizetjük külön a házadót, és akkor Beográd a ház területén lévő placot is beszámítja az adóba. Tehát már a házadóval ugye még vagyunk terhelve, plusz aztán a területtel úgy jön ki, hogy kétszer vagyunk terhelve. És ezt akartuk most letisztázni, mert láttuk, hogy nagyobb négyzetméterek vannak. Tehát operatív hibák vannak. Mondja a szabadkai ombudsman helyettes Tóth Szalai Erika. A végzést érdemes tüzetesen megvizsgálni, és ha szükséges, panaszt tenni az adóhivatalban. Sajnos itt vannak pontatlanságok, mivel 2012. december és 2013. decemberi adatokról van szó, úgyhogy azt tudjuk javasolni a polgároknak, hogy pontosan nézzék meg a végzésben szereplő adatokat, földterületek nagyságát. Ha tapasztalnak eltéréseket, akkor a földhivatalból származó birtoklappal vagy hitelesített szerződéssel menjenek el az adóhivatalba. Az ombudsman helyettes szerint a lecsapolási illetéket mindenkinek ki kell fizetnie. A határidő 15 nap a végzésen szereplő dátumtól számítva. Akik határidőig nem egyenlítik ki a tartozásukat, a későbbiekben kényszerbehajtók keresik fel őket. A kérdésekkel érdemes az adóhivatalhoz fordulni, ahol külön tolóablakot nyitottak a lecsapolási illetékkel kapcsolatos panaszok fogadására.
És sok panasz érkezett a szabadkai ombudsmani hivatalba, és vendégem pedig az ombudsman helyettes Szabadkáról Tóth Szalai Erika. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kezdjük akkor az elején. Mit fizetünk ezzel a lecsapolási illetékkel? A vízügyi törvény meghatározta, hogy a polgárok mezőgazdasági föld és építkezési telek után is vízlecsapolási díjat fizetnek, vagy illetéket. Ez azt jelenti, hogy konkrétan Vajdaság egy olyan melioriációs terület, ahol egy egységes terület, ahol a törvény meghatározta, hogy a polgárok kataszteri jövedelem alapján fizetik. Persze Szerbia is beletartozik. Igen, ezt kérdezem, hogy csak Vajdaság fizeti? Nem, persze Szerbia is, csak Vajdaság egy meliorációs terület. Persze Szerbia is. Az árvíz károsult területeket a kormány felmentette az idei évre ettől az illetékfizetéstől, tehát ez lecsapolási illeték. Mi alapján fizetjük? Tehát nyilvánvaló, hogy az emberek azért háborodnak fel, mert hogy egyrészt fizetni kell, másik, mert ezt lecsapolási illetéknek nevezik. Sok helyre kézbesítettek ilyen végzéseket, ahol a termőföldeken, kertben, sorolhatnám, áll a víz a pincékben, illetve olyan területeken is, ahol pedig nincs városi vízvezeték, nincs kanalizáció, nincs semmi. Sajnos ez is egy olyan közteher, hogy előbb a hatóság megfizetteti ezt az illetékét, és utána a törvénnyel meg összhangban vagy elvégzi, vagy nem a ráhárított kötelezettséget. A törvény egy nagyon szigorú rendszert lát elő ennek az illetéknek a megfizetésére, szinte szigorúbbat, mint a vagyonadót. Ezekre a végzésre fellebbezési jog nincs, tehát rendes jogorvoslattal nem rendelkeznek a polgárok. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy csak bírósági eljárással lehet megtámadni. Azonban nagyon sok probléma mutatkozott a végzésekben. Mielőtt ezekre rátérnénk, csak még azt magyarázzál, hogy miért most 2015 áprilisának második felében kapjuk meg a 2013-as, illetve a 2014-es évre szólót. Mi alapján? Sajnos én erre nem tudok választ adni, erre valószínűleg az adóhatóság. De ez így rendben van? Az adót visszamenőleg 5 évre lehet megfizetni. Ennek adó jellege van. Tehát valószínűleg az adóhivatal kihasználta ezt a megoldást, mert előzőleg 2 évig szüneteltették ennek az illetéknek a megfizettetését. Éppen az árvízekre hivatkozva. Valószínűsíthetőleg igen, és most visszamenőleg 2 évre megfizettetik. Ez, amit most ön mondott, ez az is jelenti, hogy ahogyan az emberek szép lassan megtanulták, hogy a közműszámlák elévülési ideje 1 év, tehát hogy attól korábbi periódusra nem lehet igényelni, az adók, így például a lecsapolási illeték esetében sem érvényes, mert hogy itt 5 évről Igen, van szó. Igen, itt 5 évről van szó, azonban az adóhivatal, ha a polgárt felszólítja, akkor ezt az elévülést megszakítja, és 10 évig lehet elhúzni. Tehát a maximális elévülési határidő 10 év. Tehát akkor azt ajánlja, hogy mindenki fizessen. Sajnos azt tudom mondani, hogy törvényes alapja ennek az illetéknek van, tehát csak mondom, a pontosságra kell odafizetni, telkekre, mezőgazdasági földekre róják ki a polgárok felé ezt az illetéket, a törvény erre jogalapot ad. És meghatározza, hogy az adóhivatal végzi, és az adóbehajtási eljárás folyamán, ami az egyik legszigorúbb behajtási eljárás. Akkor most nézzük sorra azokat a pontatlanságokat, amelyekről az előbb kezdett beszélni, tehát amikor megkapják az emberek ezt a végzést, mire figyeljenek konkrétan? Tehát a végzés mellett van egy dátum, ahol látszik, hogy mikor lett kiadva. Még ez is egy olyan szigorítás, hogy nem onnan számolják a határidőt, amikor a polgár átvette, hanem amikor ők kézbesítették a postahivatalának. Tehát ettől a dátumtól kell számolni a határidőt, nem amikor átvették. Mivel 2012 és 13 decemberéből származnak az adatok, itt elhunytak is kaptak ilyen illetéket, megesett az is, hogy elidegenítette már ebben a periódusban a polgára telkét,
ezekre oda kell figyelni, összeszedni a megfelelő dokumentumokat, birtoklapot a földhivatalból, vagy hitelesített adásvételi szerződést, és a megnyitott tolóablakhoz, az adóhivatalhoz kell fordulni. Valószínűleg, mivel ők is látták, hogy nagyon sok probléma van ezekkel a végzésekkel, egy külön tolóablakot nyitottak ezeknek a problémáknak az orvosolására. Tehát azt mondta, hogy a telket nézik. Valakinek mondjuk van egy kapa telke, azon van egy jó nagy családi ház, akkor a családi háznak az alapterületét ki kell vonni? Igen, ki kell vonni, mert ott csatornázási díj, kanalizációt fizetünk. Már ha van, így van. Viszont a megmaradt területre viszont ezt a lecsapolási díjat számolják el. Köteles-e arról beszámolni az állam, vagy én, mint állampolgár, kérhetem-e bárkitől bármikor, hogy ezt a pénzt mire fordították? Ez a köztársasági büdzsébe tartozik, szerintem igen. A törvény az szabályozza azt, hogy az ebből befolyó pénzt kötelezően rendeltetésszerűen... Igen, tartalmazza ezt. Ez azt jelenti, hogy amit mondjuk Vajdaságban szednek be, azt Vajdaság területén igen, kell felhasználni. Igen, erremeliorációs területre kéne visszafordítani, igen. És azt is tartalmaz, hogy melyik évben? Vagy ezt mondjuk nem, 20 nem, év múlva? Ezt nem. Jó. Aki bármilyen problémát tapasztal, azt mondta, hogy egyrészt az adóhivatal panaszirodájához, illetve a tolóablakához forduljon, igen. Mert hogy külön ilyen salternál magyarul igen, fogadják igen. A polgárokat, a panaszosokat. Ezt is 15 napon belül meg kell tenni, és fizetni is kell közben, mert hogy mondta, hogy 15 nap a határidő, és ezt nagyon szigorúan számítják. Igen, tehát a tolóablaknál orvosolni kell. Vannak visszajelzések, jöttek polgárok, akik odafordultak a tisztviselőkhöz, és ahol bizonyították, ott elfogadták. A és azt megjegyzéseket korrigálják. Igen, is. Igen, és korrigálják. Jó, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is. A kormány által bejelentett reformok ellenére még mindig hanyatlóban van a szerb gazdaság, a kereslet és a fogyasztás is csökkent. A fizetéscsökkenéseket állandó áremelkedések kísérik, a szakemberek szerint elsősorban az infrastruktúrát kellene fejleszteni. Silány állapotban van a vasúthálózat Szerbiában. Egyebek mellett a Belgrád-Budapest nemzetközi vasútvonal is javításra szorul. Ez utóbbinak a fejlesztését Szerbia és Magyarország kínai finanszírozással képzeli el, amiről már több megállapodást is aláírta a három ország. Az infrastruktúra rossz állapota azonban még mindig elriasztja a befektetőket. Prošle i pretprošle godine nivo ukupnih fiksnih državnih investicija bio veoma mali. Nalazio se na istorijskom minimumu od nekih 2,4% bruto društvenog proizvoda. Otuda je neophodno da u ovoj godini se realizuju te infrastrukturne investicije koje će delimično ublažiti recesiju u kojoj se naša privreda nalazi. Szerbia legjelentősebb gazdasági partnerei Németország, Oroszország, Ausztria, Olaszország, a keleti országok közül pedig Kína és az Egyesült Arab Emírségek. Németország 2000 óta több mint 35 ezer munkahelyet teremtett Szerbiában. 2012-ben 14 nagyobb befektető is érkezett az országba. Az Európai Unió országai mellett Svájc élelmiszeripari, az Egyesült Államok és Kanada autóipari befektetést hozott az országba, így telepedett meg a Nestlé, a Cooper Tires, valamint a Magna. A legtöbb befektető számára az ipar a legkézenfekvőbb lehetőség. Tavaly a bruttó hazai termék 1,8%-kal csökkent Szerbiában. A Szerbiai Nemzeti Bank viszont idén legfeljebb 0,5%-os GDP csökkenéssel számol, elsősorban a költségvetési konszolidáció és a várható befektetések miatt. Szakemberek szerint, ha a szerb kormány tovább folytatja az elkezdett munkát, akkor az év végéig megállhat a gazdasági hanyatlás az országban. 2020-ra pedig, ahogy a szerb kormányfő is ígérte, már érezhető lesz a pozitív változás. Szerbiában még mindig hanyatlik a gazdaság, hiányoznak a tőkeberuházások, hiányzik
olyan megoldás, ami előre lendíteni, valamennyire legalábbis lefékezni a szerbiai gazdaság hanyatlását. Ezt nyilatkozta Dusan Vlahović, a Szerbiai Közgazdászok Szövetségének elnöke, hogy miért van ez így, és igaza van-e, ezt kérdezzük Újhelyi Lukács, magyar kanizsai nyugalmazott közgazdásztól. Sajnos tény, hogy amit a Vlahović úr mond, hogy ez igaz, tovább zuhan a Szerbiában, a gazdaságban a beruházott tőke valójában, én szerintem nem, hogy bejönne, inkább áramlik is ki. Az tény, hogy a szerb kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a nagyon-nagyon rossz rendet megállítsa, és hogy az év végére már egy emelkedést, vagy legalább egy nullát mutassunk be. Nagyon fontos az, hogy a szerb kormány most már megállapodott, hogy a vasművek, igaz, hogy nem lettek eladva, a szentendrői vasművek, de egy külföldi menedzsment vette át, és a igazok a hírek, és a szerződést, amit mondanak, itt egy 3 hónapon belül már profitálni is fog ez a nagy vállalat, nem hogy terhére lesz a budzsetnak. Itt tovább nagyon fontos volna, ha stratégiai partnerokat találnának azokra a nagy gyáróriásokra, amely majdnak nincsenek megoldva. Ez a FAP, Priboi FAP, teherautógépgyár, vagy a Trsteniki, az is a úgynevezett, az egyik része a katonaságnak dolgozott, különböző algatiszeget repülőiparba. Ha ez a két nagyhoz még találnának úgynevezett stratégiai partnert, így biztos várható, hogy év végéig ez a nagyon-nagyon rossz trend meg fog állni. Dusan Vlahović azt is mondta többek között, hogy nem biztos, hogy megoldás, illetve részmegoldás csak a közszférában a leépítés, mivel hogy sokan vannak olyanok, akik nem szakképzett, tehát nem hozzáértő emberként irányítanak bizonyos területeket, de viszont a leépítéssel párhuzamosan kellene új embereket is alkalmazni, méghozzá szakembereket, hogy ez a folyamat normálisan folytatódni tudjon. Vajon ez-e a megoldás? Én azt hiszem, hogy a kombinált megoldások, az igazi megoldások, a megszorító intézkedések, azok csak rövid távon szoktak eredményt hozni. Itt nagyon fontos volna az, hogy a gazdaság beinduljon Szerbiába. Ami számomra, én ezt már többször is hangsúlyoztam, főleg itt az észak-bácskai részre gondolva, itt nagyon fontos volna, hogy a falvainkba a szövetkezetek visszaálljanak a falu érdekében, és olyan szövetkezetek legyenek, akik megszervezik a termelést, és az megtermelt árut tisztességes áron át is veszik, azaz tovább is küldik azokba az országokba, ahol erre az árura igény van. Ez nélkül nehezen tudom elképzelni. A másik lépés, hiába csökkentsük mi a fizetést, akkor a másik oldalon jelentkezik az úgynevezett csökkentődik a fogyasztás. Ha nincs fogyasztás, akkor kinek termel a szerb ipar? Tehát maga módján nekünk az csak rövid távon hoz megoldást. Az biztos, hogy az állami apparátust optimális szintre le kell vinni, és azok az emberek, akik ott nem kellenek, őnekik az érdekszférában kell, hogy találjanak maguknak megélhetést. A szerbiai magánosítás, a privatizáció nem épp a legjobban sikerült, legalábbis azt mutatják az adatok, hogy rengeteg magánkézbe került üzem, gyár, vállalat tönkrement, csődbe jutott. Mit lehetne ez ellen tenni? Hogyan lehetne ezt valahogy regulálni, hogy ez ne így történjen, hiszen ez miatt számtalan ember akár fizetése nélkül, visszamaradt fizetése nélkül maradt, akár egyáltalán munkahely nélkül maradt. Az tény, hogy Szerbiában nagyon nagy komoly gondok vannak itt a vállalat és a tulajdonosok közötti viszonyban. Az is biztos, hogy mi nem készítettük fel a munkásosztályunkat 25 év ezelőtt, hogy itt a kapitalizmusnál nem azok a játékszabály, hogy én akarok tisztességesen dolgozni, hanem itt meg is kell keresni azt a gazdát, aki fizet. Na most, ha itt ezt az összetételt látjuk, hogy Szerbiában itt a törvényhozás nem kísérte igazi szigorral ezt, hogy a vállalkozók igenis kötelesek azok a munkások felé egyértelműen kifizetni a járandóságukat,
amelyet ők dolgoztak. Itt látszik ez, hogy visszamenőleg sajnos a nagy vállalatok évekkel visszamennek, semmifajta járulás, hozzájárulás nem fizettek, nem fizették a nyugdíjalapot. Most látszik, hogy a szerb budzsi kénytelen a saját jövedelméből ezeknek a munkásoknak kifizetni, hogy egyértelműen azok nyugdíjat is kaphassanak. Na most mi itt a megoldás? Megoldások itt az, hogy olyan szigorú törvényeket hozni, amely Szerbiában mindenkire érvényes, és egyértelműen nem megengedni semmifajta kifizetést, a havonta ezek a fizetések, a személyi jövedelmek nincsenek kifizetve, avval, hogy az bruttó kettőn keresztül, egyen és kettőn keresztül is meg kell, hogy legyen. Ez nem volt se ellenőrizve, és volt, ahogy volt, ez persze mindenütt, ha ezt megengedjük, a kiskapukat, az emberek ezt használják. A miniszterelnök azt mondta legutóbb, hogy Szerbia jó úton halad afelé, hogy rendbe jöjjenek a dolgok, tehát hogy fejlődés mutatkozzon, ellenben az államháztartás hiánya állandóan növekedik. Én úgy mondanám, hogy a szerb miniszterelnök rengeteget dolgozik, úgy érzem, hogy ő neki nagyobb csapattal kéne dolgozni, egymaga ezt hatalmas teret, ami magára vállalt, nehezen fogja végigvinni, mert egy ember az mégiscsak egy ember, és én úgy gondolom, hogy a külügyminisztériumot át kéne alakítani külgazdasági minisztériummal, és itt a nagykövetek igenis olyan embereket kellene kinevezni, nem párkatonákat, hanem aki gazdaságba jártassak, és akik a megtermelt árut, amit Szerbia megtermel, el tudja adni nyugaton. A szerbiai gazdaság még mindig hanyatlik, a kereslet és a fogyasztás is csökkent. Legalábbis ezt mondta a napokban Alekszandar Vlahovics, a Szerbiai Közgazdászok Szövetségének elnöke. A témáról pedig Földi Mártával, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság elnökével beszélgetek. Mit jelent ez valójában, és hogyan lehetne javítani a dolgon, tehát hogy a kereslet és a fogyasztás csökkenésén, valamint a gazdaság további hanyatlásán? Nyilvánvaló, hogy elemzésekre van szükség ahhoz, hogy előre tudjunk tervezni. Tehát a 2014-es évet lezártuk, és most egy olyan reform előtt állunk, ami hosszú távra szól, 2020-ig. Tulajdonképpen itt 5-6 évről beszélhetünk, és természetesen itt a gazdaság fejlesztés a cél, tehát mindenképpen a munkahelyteremtés. Munkahelyteremtésekhez a vállalkozásokra van szükség, és ezekre viszont indirekt módon hat az infrastruktúrának a fejlesztése. Tehát a termelésnek, szolgáltatásnak a fejlesztéséhez elsősorban szükség van a közutak, vasutaknak a helyreállítására, valamint a határmenti lehetőségeknek a fejlesztésére. Ugyanakkor, hogyha számításba jönnek vállalkozások, ezeknek más infrastruktúrális igényei is vannak, mégpedig olyan, hogy a szállítmányozás, a logisztika, tehát nélkülözhetetlenek azok az üzleti információk, amely a gazdaságfejlesztést, illetve befektetési lehetőségeket szolgálják. Ugyanakkor ilyen határon átívelő kapcsolatépítésre van szükség, tehát minél jobban a befektetők információhoz tudjanak jutni. Tehát mindenek az alapja elsősorban az infrastruktúrának a fejlesztése. A kormány már tett lépéseket ennek érdekében, gondoljunk csak a Belgrád-Budapest vasútvonalra. Ez mennyiben fogja befolyásolni ezt? Hát mindenképpen, amint hallottuk is, hogy meggyorsul, tehát hogyha egy biztonságosabb közlekedés van, úgy a személyszállítás, mint a záruszállítás terén, tehát ez csak meg fogja könnyíteni. És tulajdonképpen a gazdasági integrálódáshoz és a regionális fejlődéshez hozzásegít bennünket. De ugyanakkor, tehát a vasút mellett az utak építésére is szükség van, de például itt Újvidék mellett a Zsezsei hídnak a kiépítése, ami az más forrásból, tehát Európa Uniós forrásokból épült, tehát ezeket a forrásokat kell megragadni mindenképpen ahhoz, hogy ezeket a nagy beruházásokat meg tudjuk tenni. Ugye a sok reform ellenére a polgárok még mindig nem érzékelik annak a hatását. Itt hosszú távon kell gondolkozni, ön is mondta az imént. Mit jelent ez? Alekszandar Vučić kormányfő folyamatosan 1-2 évet emleget most már, hogy akkor meg fogjuk érezni, ez reális? Hát én azt tudom mondani, hogyha hosszú távon gondolkodunk, tehát 2020-ig, azt tudjuk, hogy legalább 5 év, ennek az első éveit kell majd elemezni. Mindenképpen az év végét meg kell várni, mert az első lépések igaz, hogy nehezek, meg nem igazán
hogy mondjam, a lakosság és a közösség számára kedvezőtlenek, meg nehezek, de ha év végén csak egy picit is látjuk ennek az eredményét, azt mondjuk, akkor van remény 2020-ig, hogy a gazdaságunk fellendül. Alekszandr Vlahovics egyébként a közszférát is kritizálta, úgymond. Azt mondta, hogy túl sok a hozzá nem értő személy, és hogy itt mind az elbocsátásokra, mind pedig az új emberek foglalkoztatására szükség lenne. Ezt hogyan lehetne megvalósítani a legfájdalommentesebben és a legrövidebb időn belül? Hát igen, a közszférát emlegetik, hogy sokan vannak a közszférában, de itt tulajdonképpen a közvállalatokat is érinti, tehát nem csak a, mondjuk a közigazgatásban dolgozók, ugyanúgy az oktatási intézményben lévők, tehát az egészségügyben. Hát ezeket mind át kell vizsgálni, hogy hol, mi az a minimum létszám, amire szükség van. És hogy működőképesek legyenek, ezt tudjuk, hogy most a reformok között pont a közvállalatoknak a megreformálása a központi téma. Biztos, hogy nem lesz fájdalommentes, de ahhoz, hogy ezek ne termeljenek veszteséget, mindenképpen szükség van a munkaerő létszámának a lecsökkentésére. Erre valószínű, tehát olyan megoldások lehetnek, hogy minél fájdalommentesebb legyen, hogy aki esetleg a nyugdíjra jogosult, az elmegy nyugdíjba, vagy pedig más munkalehetőség után néz. Ugyanakkor párhuzamosan indítani kell, és valószínű, hogy lesz is átképzések, ami esetleg másik munkahelyre való bejutásnak ad lehetőséget. A Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság is sokat tesz annak érdekében, hogy fellendüljön valamilyen módon a gazdaság itt a Vajdaságban elsősorban. Ugye milyen módon? Hát tevékenységünkkel mindenképpen ezen dolgozunk, hogy aktuális üzleti információk jussanak el a befektetőkhöz, tehát akik esetleg vállalkozni szeretnének, ugyanakkor beruházni, mert erre szerintem mindenképpen szükség van. Tehát ezek olyan nélkülözhetetlen dolgok a vállalkozások fejlesztéséhez, hogy akár, hogyha itt valaki tehát egy modern technológiát akar beindítani, azt hiszem, hogy ez a munkakultúra fejlesztéséhez is, akkor a modern technológia fejlesztéséhez, ugyanakkor tehát mindenképpen ilyen hálózat kiépítéséhez vezet. Köszönöm szépen. Földi Mártával, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság elnökével Vadlövő Gabriella beszélgetett. A Tartományi Gazdasági Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság pályázatot írt ki vissza nem térítendő támogatásra. Vendéglátóipari egységeknek az épület bővítésére, felújítására, adaptálására. Magánvállalkozásoknak idegenforgalmi projektekre, képzésekre, EU-s alapok pályázati támogatásainak lehívására, információs és kommunikációs technológiák bevezetésére, a vajdasági turizmus népszerűsítésére. Pályázati határidő április 30-a. Bővebb információ a titkárság honlapján www.spriv.vojvodina.gov.rs. Alapvető változásokat jelentett be a nyugdíjbiztosítási rendszerben Dusan Vujovic, a szerb pénzügyminiszter bevezetni a kötelező járulékbefizetéseket a magánnyugdíjpénztárakba. Az intézkedések tovább csökkenthetik a juttatásokat, figyelmeztetnek a szakemberek. És hamarosan én is kérdezem a szakértőt itt a stúdiókba, előtte azonban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat. A nyugdíjasok többsége nehéz körülmények között él Szerbiában, szinte egyik napról a másikra. Apró pénzzel indulnak bevásárolni. Ennyi marad élelemre a számlák kifizetése után. Fizetve a rezsit, kajára nagyon kevés jut. Azon spórolunk. Szerényen élek, tehát amire én nekem szükségem van, meg lesz nekem, de sajnos sokakat ismerek, sok embert, akinek nem lesz lehetősége megvenni, amit szeretne.
A mai nyugdíjrendszer már szinte fenntarthatatlan, fogalmazott Dusan Vujovic. A pénzügyi tárcavezető bízik abban, hogy az államnak sikerül teljes mértékben megfizettetni a bérekre kirótt adókat és járulékokat. Azonban lehetséges megoldásként nevezte meg a kötelező befizetéseket is a magánnyugdíj pénztárakba, a biztosítási rendszer stabilizálása és kiegyensúlyozása érdekében. Ez vélhetően nagyobb mértékű befizetésekre ösztönzi majd az embereket saját jövőjük biztosítására. A rendelkezés további levonásokat és eladósodást eredményezhet, vélik a szakértők. Egyesek szerint az e fajta hozzáállás bizonytalan és kétes kimenetelű lehet a jövőre nézve, de jelen esetben biztosan nagy nyomást gyakorol a különben is problémásan működő állami nyugdíjrendszerre. A közvállalatok eladásából származó bevételt is felhasználhatják a nyugdíjak kifizetésére, azonban ez rövid távon orvosolná csak a helyzetet, fogalmaznak egyes szakemberek. Az e fajta pénzügyi modellt még a 90-es években dolgozta ki a Világbank. Ma már csak néhány dél-amerikai országban, illetve Kelet-Európában alkalmazzák. A kellemetlen tapasztalatok miatt egyes országok már megszüntették, mint például Magyarország és Lengyelország, míg Szlovénia és Csehország be sem vezette sose. A fejlett országokban, mint Németország, Ausztria, Franciaország, Kanada vagy az Egyesült Államok fel sem merült az intézkedés foganatosítása. Az Európai Unióban sem létezik ez a fajta modell, vagyis a kötelező magánnyugdíj pénztárak második pillérként való bevezetése az állami biztosítási rendszerbe. Habár Hollandiában, Svájcban és Angliában hagyományosan nagy a szerepe a magánbiztosításnak. Az államnak pedig kezeskednie kellene egy minimális nyugdíj kifizetéséről a modell megvalósulása esetén, teszik hozzá az elemzők. A közügyek vendége pedig Nagy Varjas Árpád, független biztosítási tanácsadó. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kívánok. Nézzük akkor ezt a három pillért. Mit jelent ez a három pillér a nyugdíjak tekintetében? Hát igen, hogyha ez országunkban sikerülne, hogy aktiválódjon, ez egy nagyon szép nyugdíjrendszer lenne. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, ugye, hogy hát a bruttó fizetésnek 22-25%-a megy az állami nyugdíjpénztárban. Na most a magáni nyugdíjpénztár ennek egy része lenne, tehát ez külön nem róna ki terhet a úgymond a munkásra, a munkavállalóra, hanem ennek a 22-25%-nak egy része menne ebbe a magán nyugdíjpénztárba. Na most ez, hogy konkrétan hova is menne, tehát befektetési alapba, esetleg vissza az államiba, ezt maga az állam fogja majd valószínű meghatározni. Viszont az egyik mi a másik mellett? Természetesen ugye, tehát tehát magán nyugdíjpénztárból ez valamennyire ugye tehát a munkás a nyugdíjkorhatárt eléri, tehát egy magasabb jövedelmet tud biztosítani, ugye, mert hát tehát ez a nyugdíjrendszerünk tehát úgy működik, hogy ami összeg a bruttó fizetésből befolyik a nyugdíjkasszába, az rögtön ugye ki is van osztva a nyugdíjasok között. Ez a magán nyugdíjpénztár, ez a pénz valamennyire, tehát valahova be lenne fektetve, mint amit Zivényt is említettem, hogy a befektetési alapokba, és ez már valamennyi kis hozamat is hozna, ezért lenne valamennyivel magasabb jövedelem ebből tehát amikor elérjük a nyugdíjkorhatárt. Ugye, de hát ez még Európában is nem működik minden országban olajozottan inkább. Mekkora ennek a kockázata? Hát kockázata, inkább azt néznénk, hogy mekkora ennek a reális alapja, hogy ezt bevezesse a mi országunk, tehát Szerbia. Hát nem vagyok abban biztos, hogy a nyugdíjalap lemond erről a részről is, tehát amit ugye át kellene irányítani a magán nyugdíjpénztárba. Na most, hogy a mekkora a kockázata, hát ezt így előre szerintem felelőtlenség lenne megmondanom, hogy ez mekkora kockázattal járna, mert hát ezt nem tudjuk előre látni, nem tudom, hogy az ország hova irányítaná ezt a pénzt. Ugye mindenki azt mondja, hogy milyen jó a fejlett nyugaton a nyugdíjasoknak, mert hogy jó nyugdíjuk van, ami a megélhetést is biztosítja, ezen belül pedig hát némi plusz kiadásokat is lehetővé tesz számukra. Mivel lehet ezt elérni?
Hát igen, tehát ha úgy nézzük, tehát maga a nyugat-európai nyugdíjak sem magasak az ő viszonylatukban, viszont itt jön képbe a harmadik láb, ami ugye hát a magán takarékpénztárat képviselni. Ugye ez a magán takarékpénztár az a lehetőség, amit az ember, úgymond a munkás, saját magának félre tud tenni egy megadott periódusra, tehát mondjuk akár 40 évre is, tehát mikor elkezdi a munkaéveit, és amikor ez a periódus lejár, akkor megkapja ezt a félretett összeget és ennek a hozamát. Tehát ebben látom én a jövőjét a nyugdíjnak, tehát a nem is csak a pályakezdőknek, hanem akik már a munkaéveik felén járnak, hogy egy ilyen megtakarítást indítsanak el maguknak. Tehát amellett, hogy az állam a bruttóból elveszi az, ami neki jár a nyugdíjbiztosítás címén, a nettó fizetés egy részét az ember tegye félre. Így van, a lehetőségehez mérten. Uh-huh. Tehát itt most ebben nem mennék bele, hogy magas a fizetés, alacsony a fizetés, honnan, miből, lehetőségétől höz mérten, jó lenne, hogyha félretenne valamit. Jó, ha valaki azt mondja, hogy ebből a fizetésből meg se lehet élni tisztességesen, de igaz. Mondjuk egy 10 eurót félre tud tenni havonta, az megéri? Hát lehet, hogy picit többet kéne. Uh-huh. Azt lehet tudni, hogy mennyitől éri meg? Hát talán ez már egy ilyen személyes tanácsadásba menne bele, vannak természetesen minimumok, ez a minimum, ez mindenkinek más. Tehát egy ilyen megtakarítást az ember megindít, akkor ennek optimálisnak kell, hogy legyen. Ami a családi háztartást természetesen nem terheli meg nagyon, de végül is nem is túl alacsony. Természetesen, ha minimumot tesszük félre, akkor az a 40 év után is, hát várhatunk természetesen valamit, de egy ebben a szemszögben is egy minimumot. Sokan azért megpróbálnak ezen a módon biztonságot, valamelyes biztonságot teremteni a nyugdíjas évekre, mert hogy egyrészt nálunk nagy a munkanélküliség is, tehát mire az ember elérni a reális nyugdíjkorhatárt, addig dolgozhatna még egy 100 évet körülbelül. De nézzük azt is meg, hogy hova kerül ez a pénz, konkrétan hova? Amit befizettek az emberek. Tehát amit a magán nyugdíjpénztár, magán takarékpénztárba fizetnek be. Tehát Szerbiában, hála jó Istennek, tehát most már vannak nyugati cégek, nyugat-európai cégek, akik bejöttek hozzánk, és ők, tehát ezzel a pénzzel teljesen ők rendelkeznek. Tehát ők döntik el, hogy hova kerül ez a pénz, hova fektetődik be. Na most ők ugye nagyon szigorú törvények határozzák meg, hogy ők hol fektethetik be az ő pénzüket. Ezek ugyanúgy az európai törvények is hatnak rájuk, és tehát úgymond csak is biztonságos befektetéseket hajthatnak ők végre. Hát most itt, mint autótak, államkötvények, holott ugye azért biztonságosak ezek, mert ugye itt nem arról beszélünk, hogy valaki nagy profitra tegyen szert, hanem a periódus lejártával biztosan hozzájusson a pénzéhez, és annak valamilyen hozama, de persze, hogy van neki hozama. És tehát ez a lényeg, hogy ő ezt biztosan megkapja. Most ugye nagyon aktuálisak a különféle bedőlő pénzügyi rendszerek, megtakarítások úsznak el, ezt ugye Magyarország példáján nagyon jól lehet látni. Ez ellen védett ez a rendszer? Igen, ugye mivel már hát magán takarékpénztárról beszélgetünk, és nem magán nyugdíjpénztárról. Hát most magán nyugdíjpénztár, ugye hát sajnos ezt láttuk itt igen. A környező országokban is, hogy mi történt. Ezt én mondjuk nem kommentálnám, tehát itt ez, hogy ennek mi a háttere, de a magán takarékpénztárnak ott ez igen védett, tehát ilyen a múltban, nem, tehát a biztosító házak múltjában még nem történt meg. Tehát, hogy valamelyik is tönkrement volna, vagy valahol is, vagy valamelyiket is az állam úgymond elvette volna. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.
Ma van a Földnapja. Világszerte a természet megóvására és a szennyezés következményeire hívják fel a figyelmet, így például nálunk Szabadkán is. Április 22-én világszerte több millióan helyezik fókuszba a zöld kérdéseket azzal, hogy természetvédelmi megmozdulásokon vesznek részt. A kicsiktől kérdeztük, mit tesznek a környezet megóvásáért. Ha valamit nem muszáj mindjárt eldobni, hanem lehet újrahasznosítani. Szóval lát egy teljes üveget összeprésen és kirakni, és akkor elviszi az autó, és aztán majd újrahasznosítsák. Nem szabad szemetelni, és hogyha valamit megettünk, a papírt nem dobjuk el. Az ipar fejlődése révén egyre nagyobb veszélybe kerül a föld és az élővilág. Több növény és állatfaj is a kihalás küszöbén áll, figyelmeztetnek a szakemberek. Ez pedig komolyan károsítja az ökoszisztémát és a biológiai sokféleséget. Nő az energiafogyasztás, emelkedik az átlag hőmérséklet, a klímaváltozás hatásai pedig egyre pusztítóbbak. A Föld napját 1970-ben tartották meg először az Egyesült Államokban, ezt követően pedig a kongresszus megszavazta a tiszta levegő, a tiszta víz és a veszélyeztetett fajok törvényét. 1992-ben az ENSZ Rio de Janeiro-i csúcs találkozóján megalkották a hosszú távú környezetvédelmi programot, 2009-ben pedig Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ április 22-ét a Földanya Nemzetközi Napjává nyilvánította. A környezetvédelemhez bárki hozzájárulhat, sőt mindenkinek kötelessége is. Ezt megtehetjük például energiatakarékos fénycsövek, kevesebb és a kevésbé veszélyes vegyi anyag használatával, újrahasznosítással, de úgy is, ha a hulladékot az erre kijelölt helyre dobjuk. Szabadkán például az ökohangya potrohába lehet beledobni az üres száraz elemeket. Annak ellenére, hogy ez az egyik legforgalmasabb helyen áll, csak kevesen veszik igénybe. Ez is azt bizonyítja, hogy a lakosok többségénél még mindig nincs környezettudatosság. A közügyek vendége pedig Tóth Dénes, az EcoFriends és EcoKids környezetvédő szervezet elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. De ahogy mutattuk is, azért ez az ökohangya, ahová az elhasznált elemeket lehet bedobni újrahasznosítás céljából, az bizony eléggé üres Szabadkán, de milyen kárt okoznak az eldobott, a háztartási hulladékba kevert elemek? Hát nagyon nagy gond van velük. 8-án volt egy gyűlésen a Városházán a Kék teremben, ahol az egyik fizetett funkcionárius, aki a Palics vizeivel rekonstrukciójával megbízva, azt mondta, hogy az elemek begyűjtése az egy téves dolog. Na most én egész más véleményen vagyok, ezt én rögtön kifejtettem. Én nem vagyok híve az elemek használatának, a mezben 40 évig ezen dolgoztam, hogy ne használják ellenben, bemértük, hogy a város szerte nem eleget foglalkoztak a kollégák az iskolákban a tölthető elemek használatával. És begyűjtöttünk 10 év alatt, körülbelül az iskolák begyűjtöttek egy tonnányi elemet. Nos, hogyha 1 kg elem 8000 liter vizet szennyez, akkor ki lehet számolni, hogy ez, hogyha kidobnánk, mekkora környezetszennyezést csinálnak. Na most erre van, mi megoldást csináltunk, a begyűjtött elemeket itt nem tudom, hogy mennyire látszik, 5 csoportban rakadjuk, és az 5 csoporton belül, most úgy jön ki, hogy 100 mérés alapján a 100 ellenből 92 a 3-a, tehát a leggyakrabban használt, és a 15 ezer fajtából marad az a 10%. Na most mi, tehát mivel legtöbb 2 a 3-mal van, ezt be tudjuk mérni műszerekkel, és ki tudjuk válogatni a 67%-ba, és ha ezt visszaadom a gyerekeknek, akkor ezt úgy hívjuk, hogy primáris újrahasznosítás. Ha nem adom vissza, akkor is megcsináltuk az 5-ös csoportot, amelyek később a szekundáris újrahasznosításra ki tudjuk vinni az elemeket. Tehát összekeverve nem, úgy, hogy a hangyában... Az nem működik. Az nem működik sehogy se. A trögóból sokáig odaadták, megadják egyes trögók, inkább, hogy ne öntsék ki, odaadják az iskoláknak, ahol az iskolákban kiszedik a jó elemeket. Elért, minden szinten csináltam, az OVIC-tól,
elemi iskola, alsó, felső és egyetem. Mindenütt meg lehet csinálni, meg a helyi közösségekkel. Na most, én személyesen a mezőn mindig azt tanítottam, hogy használjunk tölthető elemeket, így a függetlenül, hogy milyen világnap van, vagy nem állandóan, szóval nem megtiltottam, hogy használjunk, csak órába, távirányítóba, ilyen kisfogyasztású eszközökbe szabad normál elemet, nem tölthetőt használni. Tehát jó töltőket csinálunk, na most azt ajánlom, hogyha nem tudnak töltőt csinálni, akkor vegyék ezt páratlan elemek töltésére, ezt páros elemek töltésére. Na most a műszaki tanárok pedig csinálják meg ezt a töltőt, tehát PC-táp, ilyen van minden iskolában legalább 50 darab, egy ilyen képes az egész váltás elemét tölteni. Tehát egy 100 elemet egyik váltásba, 100 elemet a másik váltásba. Most annyit lehet tudni, hogy egy tölthető elem, ezért nem tölthetőt helyettesít, tehát ilyen arányban nem megy ki akkor, szóval nem szennyezik a környezetet. Na tehát ezt ajánlom, ez egy automata töltő, majdnem semmibe se kerül. Ez az egyik dolog. Na most a normál égőkről térjenek át a ledes égőkre. Fehér led. Ennek különben van automatikus töltője hálózatról, tehát ilyeneket vegyenek, ami a villanyégőket illeti, cseréljék ki ledes égőkre, tehát vannak már a takarékos égők, rögtön felolvasom a teljesítmény arányokat, például 120 wattos klasszikus égőnk van, tehát izószálas, ez helyettesíthető 32, ugyanolyan fényerő, 32 wattos, ez a takarékos égővel, és ez a ledes fajta, ledes fajtából mindössze 9 wattos kell. Hát itt több mint 10-szeres energiatakarékosságról van szó. Tehát ezeket ajánlom, tehát na most, az iskoláknak azt ajánlom, hogy az egy tonna begyűjtött ellenből szedjék ki a 2-3-at, ezt erre van recept 17 csoportban, az első 9 ez felhasználata, 1-től 5-ig mehet a fehér ledes lámpákba, a többi pedig a hátsó ledes. A fehér ledbe, hogyha kifogy, megy a hátsó ledbe, az is kifogyassza, akkor pedig megy a rosszba. Na most 5 jó csoport van és 5 rossz, ezt hogyha meg tudjuk csinálni a sulikkal. Szabadka különben, egy kiló az ellenfogyasztás fejenként évente, az 8000 liter vizet szennyez. Szabadkának Goromban, hogyha 100 000 lakosa van, akkor 1 000 000 eurót tudnánk primáris újrahasznosításba visszaforgatni az iskolákba a gyerekeknek, vagy azoknak, akik ezt használják, de helyi közösségek is lehetnének ezek. Tehát egészen egyszerű dolgokat mutatott most, amit végső soron bárki otthon tudna alkalmazni, és minél nagyobb közösségben, annál nagyobb haszonnal jár az egyén, a közösség és a természet számára is. Töltető elemek és az elemek primári és elektronika primáris újrahasznosítás, ez a fő témát, majd még visszatérünk. Így van, visszatérünk erre még egy hosszabb interjú keretében. Most köszönöm, hogy a Földnapján eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen. És ez volt már a közügyek. Köszönöm a figyelmüket. Holnap Juhász Gábor és Bakos Viktor várja majd Önöket. Szép napot!